Az elmúlt száz év legnagyobb asszája sújtotta tavaly Magyarországot. Különösen nagy kárt okozott a csapadék hiánya homokos talajú nyírségben, ahol évtizedek óta megoldatlan problémát jelent a mezőgazdaságban a szárasság. A tavaly évben megindult a térség vízpótlását megoldó beruházás előkészítése, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Víziterv Embiron Kft. közös projektjeként. Gacsái József a társaság ügyvezetője 35 perc című műsorunkban elmondta, egyre sürgetőbbé vált a vízpótló rendszer kiépítése. 2010 követően azért emelkedő tendenciát mutatnak az átlaghőmérsékletek, és a csapadék tevékenység az pedig ö, konstans értéket mutat. Tehát, hogyha ezek nem is változnának, azt látjuk, hogy ez a száradás, ez egy elindult folyamat, mindenképpen kezelni kell. A megépült vízrendszerénk sajnos ezt nem teljes körűen rugalmatlanul tudják felmint, tehát mindenképpen ezeket újra kell hangolni, ami nem csak a rendszerekben, hanem a, egy szemléletváltást is jelent az itt élők szemében, vagy a részéről. A nyírségvízgazdálkodás az a megyének egy jelentős területét, tehát egy 2400 négyzetkilométer, ha csak az érségnyírségről beszélünk, és azt látjuk, hogy a tavalyi évnek az elmúlt száz év legnagyobb aszályát szenvedte a terület. Látható volt, hogy mindenképpen ezt a folyamatot meg kell szakítani. Ennek előzménye már a 2000-es években elindult, és 2018-ban elkészült egy koncepció tanulmány, amelynek három fő pillére volt és ennek egyik pillére volt ezek az állandó tározóknak a kialakítása, amit tíz új helyszínt jelölne meg, illetve ugyanilyen fontos, hogy egy tiszai vízkivétel is elkészülne a projekt előkészítés során, illetve a megvalósítási fázisban, ami azt eredményez, hogy nem csak a vízgyűjtő területen lehulló csapadékkal szeretnénk gazdálkodni, hanem a tiszából szeretnénk a szükséges vízmennyiségeket behozni a rendszerbe. A beruházás ezáltal a felszín alatti vízmennyiség csökkenő tendenciáját állítaná meg. Gacsái József elmondta, a főbb érintett településeken lakossági fórumokat tartanak, hogy tájékoztassák a helyieket a fejlesztés részleteiről, és a helyi földtulajdonosokkal közösen dolgozzák ki a vízpótlást az a 280 terület, ahol területi vízvisszatartás valósulna meg, ott nem lenne a terület megvásárolva, hanem megmaradnának azoknak a magántulajdonosoknak a birtokában, akik most jelenleg is gazdálkodnak rajta. Csak érdekelték el tenni a gazdákat, hogy ezeket a vizeket ne vezessék el a területükről, hanem próbálják meg ott helyben tartani, és hagyják, hogy beszivárogjon. Tehát a vizsgálatok azt mutatják, hogy ha a tiszai vízkivétel üzemel a meghatározott módon, megtörténnek, megvalósulnak az a tíz állandó tározó, amely ő több mint 10 millió ködméter víz visszatartását teszi majd lehetővé, illetve csatlakozik hozzájuk ez a 280 víz visszatartási helyszín, akkor egy néhány évtizeden belül visszatudjuk állítani a szabályozás előtti állapotokat. Lakossági fórumot jövő héten kedden Ófehér Tón, Szerdán Nyíregyházan a Bem József általános iskola Herman Otto tagintézményében, csütörtökön pedig érpatakon tartanak még a vízügy szakemberei. A projektről részletesebben pedig a nyírségbízgazdálkodás.ovf.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.